Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóval. Ez egy ilyen kis motivációs, ilyen kezdő lökéses, nem tudom, hogy fogalmazzak, videó lesz az újaknak, illetve úgy újaknak, hogy aki szeretne elkezdeni edzeni, de egyszer, vagyis hát edzőterembe járni, de egyszerűen nem mer, mert ugye mit hallunk mindig, hogy félek, hogy kinevetnek, és erről szeretnék most beszélni. Biztos ti is, akik jártok edzeni, gyakran találkoztatok avval, hogy valaki szeretne mondjuk elkezdeni edzeni, de azt mondja nektek, hogy egyszerűen nem mer, mert fél, hogy kinevetik, akár vékony emberről beszélünk, akár túlsúlyos emberről, teljesen mindegy. Egy vékony ember, kezdjük vele, menjünk szépen sorba. Sokszor hallottam már azt például, hogy otthon edz, elkezd edzeni, és amikor felszed egy pár kilót, ugye jön rá valamennyi tömeg, akkor majd elkezdi az edzőterembe járást, mert hogy akkor már nem fogják kinevetni, mert hogy nem olyan vékony, meg hogy viszonylag nagyobb súlyokkal tud dolgozni, edzeni. Na most ez egy óriási nagy tévedés. Egyáltalán nem fognak kinevetni, hidd el nekem, ha te kezdőként vékony testalkatúan lemész a terembe, és kis súlyokkal dolgozol. Hidd el nekem, hogy aki ért hozzá, és régóta jár edzeni, és tisztelettel áll a sporthoz, az ugyanúgy fog tekinteni rád, mint bárki másra, hiszen valahol el kell kezdeni egyszerűen. Szóval senki nem fog kinevetni, hogy te milyen súlyokat használsz. És szerintem ez nem túl jó ötlet, hogy otthon elkezded az edzést. Nem az otthoni edzéssel van baj, valaki otthon edz, valakinek teljesen bejön, nincs avval semmi gond. De hogyha tudod, hogy edzőterembe fogsz járni majd, akkor kezd el edzőterembe. Nekem ez a véleményem. Ha van pénzed személyedzőre, akkor az csak egy jó dolog, mert a legtöbb személyedző profi, értenek hozzá, és tudnak neked segíteni. Ha meg esetleg nincs, akkor itt az internet, kutakodj, nézd videókat, akár profikat, teljesen mindegy, igazából, vagy olvas utána, és van nagyon sok oldal, és akkor úgy nem lesz baj. A súllyal ne törődj, csak csináld, és igazából ennyi. Nem fog történni semmi, hidd el nekem, hogy nem fognak kinevetni, úgyhogy csak bátran. Térjünk át a túlsúlyos emberekre. A túlsúlyt azt nem úgy értem, hogy 10 meg 15 kiló, hanem jóval több. Szóval olyan emberre gondolok, akinek a hétköznapi élet is már elég nehéz, és elege lett belőle, és szeretne elkezdeni edzeni, hogy ne legyen rosszabb, úgymond. Csak ugye nem mer, mert ugye benne is az van, hogy kinevetik, hogy új, és még ráadásul, hogy túlsúlyos is. Na, én általában, amit tapasztaltam, én jártam kis terembe sok évig, és jártam nagy terembe sok évig, szóval én már voltam itt is, ott is, mindenhol. Úgyhogy, de amit én tapasztaltam, hogy általában a túlsúlyos ember bérel személyedzőt, vagyis fizet egy személyedzőt, én legalábbis ezt vettem észre, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert a személyedző az pontosan tudni fogja, hogy egy túlsúlyos embernek milyen gyakorlatokat szabad csinálni, és miket nem. Ugye, mert egy túlsúlyos embernél vigyázni kell az ízületekre. A térd, derék, stb. Persze tudom, hogy a vékony, meg az átlagos testalkatúnak is vigyázni kell magára, nem arra gondolok. Csak hogy ugye a túlsúlyosnál ott van az a kockázat, hogy ugye a vérnyomás probléma, stb. És nagyon sok személyedző rendelkezik olyan sulival, amilyen étrend, tanácsadó, meg mit tudom én, és ebbe tudnak segíteni. És ez szerintem jó dolog. De visszatérve a videó mondani valójára, az, hogy bátran menjen le mindenki, akár vékony, akár túlsúlyos, mert csúnyán mondva nem fognak észrevenni, hogy te ott vagy kezdőként. És
ez a legjobb szó rá, hogy nem fognak lenézni, vagy megnézni, hogy jó, persze, hát elsőnek megnéznek, de hát mindenhol ez van, hogy bemész egy megszokott csoporthoz, egy uszodába, ott is megnéznek, hogy te új vagy, de ez hamar elmúlik, hidd el nekem. És ami még fontos, szerintem, ezt én is így gondolom, meg így is tapasztaltam, így is láttam, hogy egy túlsúlyos embert a terembe iszonyatosan tisztelnek. Nagyon felnéznek rá, hogy igenis ő tesz érte. És ez egy nagyon nagy dolog, és nagyon nagy dolognak gondolja mindenki, szerintem. Én legalábbis így láttam, és én is így gondolom, és én is így érzem. Azokra is felnézek, akik például valami testi fogyatékossággal rendelkeznek, és úgy lejönnek edzeni. Engem ez nagyon meg szokott érinteni. Aki ismer, az tudja, hogy én erre nagyon érzékeny vagyok, és valamikor elég rosszul is érint ez a dolog, mert sajnálom azt, hogy valakinek ez jutott, de mindegy, most ebben nem szeretnék belemenni. Az egyik videóban beszéltem már erről, azt hiszem, ha miért kell visszapakolni a súlyokat. Aki még nem látta, az nézze meg, mert ott elmesélek kettő történetet. Na, visszakanyarodva ehhez a videóhoz, nyugodtan menjetek le, kezdők vagytok, vékonyak vagytok, túlsúlyos, átlagos, testalkatú, bármi, teljesen mindegy. Keresetek fel egy személyedzőt, hogyha megtehetitek, mindenki nagyon segítőkész, szerintem mindenhol, és nem csak a személyedzőkre értem, hanem az ott edző emberekre. Minden teremben, tényleg ahol én sok helyen voltam már, bárki segít, hogyha arról van szó, szólsz neki, nem fog kinevetni senki. Úgyhogy csak bátran, súlyokra fel, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ezért a mikrofonos történetért meg elnézést, nem tudom, hogy ha esetleg valakit zavar, de így fogom csinálni az ilyen beszélős videókat, mert így szerintem jobban lehet hallani. És ami még fontos, hogy nem kell a kamerát belerakni az arcomba, így is tudok beszélni hozzátok. Köszönöm szépen mindenkinek, szép napot, legyetek jók, kajáljatok, edzetek sokat, és mozogjatok. Sziasztok!